két művésznőnek a közös munkáján alapuló képeket, illetve verseket, összeállításokat láthatunk. Honnan az ismeretség, illetve milyen régre nyúlik vissza? Hát Julikával mi már több évtizede ismerjük egymást, hát nem titok, hogy a fiát annak idején tanítottam is. Ebből kifolyólag több éven keresztül egymás rendezvényeire eljártunk. Én a kiállításokra, ő meg az irodalmi rendezvényeken volt ott. Igazából az első összekapcsolódásunk egy pályázat útján volt. Még 2020-ban volt egy szerelmes versek országos pályázata, ahova én írtam először a verset, és Julika választotta az én versemet megfestésre. Ez a kép, ez nagyon szépen sikerült, egy gyönyörű tengerpart, ami ma is díszíti az előszobám falát. Majd több kiállításon vettem részt, de a tavalyinál volt az egy olyan ihlet, amikor beléptem a kiállító terembe, és felületesen átnézve a képeket, úgy éreztem, hogy hát ezek a képek azt mutatják, amiket én leszoktam írni. És akkor döntöttük el, hogy innen csak a verseim hiányoznak, és tegyük össze őket egyszer. Legalább egy-két éves munkák többnyire, néhány van csak, ami kifejezetten erre az alkalomra készült, hiszen az összeolvadásokat így tudtuk felfedezni, hogy már készen kellett lenniük. Az első kötetemben az ugye gyermekeknek szól, az látható itt a baloldali falon, ott kifejezetten ahhoz a kötethez, abból a kötetből válogattuk ki őket, különböző állatok történetei, kisiskolásoknak nevelési hatással, nevelési célzattal megért verseim vannak. A mögöttem álló falon egy család fejlődése a mai világban található, ezeket azért tettük egymás mellé. Mellettünk ezeken a képeken mai problémák találhatók meg leginkább. Itt a Covid-tól kezdve a háborúig megjelenik minden, és a elsivatagosodás, kiszáradás ideje jelenik meg a képeken, míg a mögöttünk, vagy előttem levő képeken pedig egy kicsit olyan vegyes, ide belekerül még egy kis kirándulás, belekerül egy helyi táj, a évszakok, aztán még a édesapánk közös élményei is erről a világról. Azt már hallottuk, hogy közös munka már volt a múltban. Várhatjuk-e a jövőben, hogy láthatunk még ilyen kiállítást, ahol közös munkák kerülnek feldolgozásra? Nagyon jó hangulatba telt el ez az idő, amikor összepárosítottuk ezeket a verseket, természetesen, vagy képeket és verseket, természetesen tovább folytatjuk ezt a munkát, és alkalomattán, ha ugyanilyen szépen összefésülhetők lesznek, akkor biztosan folytatni fogjuk egy-két év múlva. És egy nagyon fontos kérdés a végére, meddig látogatható itt a Városi Könyvtárban a kiállítás? Előre láthatólag május 10-én mindenki megnézheti, hétköznap is, anélkül, hogy csak besétál és végig olvasgatja, végig nézegeti őket.